Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Siklósról érkeztünk hozzátok, a Siklósi Zeneiskola ütőhangszer tanszakából állítottunk össze egy kis ütőhangszer csapatot. Az együttes tagjai Agó Csandor, Schneideri Csandor, Kormány Peti és Palkó Előd, én pedig a tanárok vagyok, Olán Zsófia. Én a műsorok között nem szeretnék konferálni, úgyhogy csak így elöljáróban annyit elmondanék nektek, hogy különböző típusú zenéket állítottunk össze, hoztunk nektek latin-amerikai zenéket, szambát, görög zenét, japán zenét. Remélem, hogy élvezni fogjátok. Jó szórakozást, köszönjük! Thank you.
A Benemendi strandon a Siklósi Zeneiskola ütősei varázsolt egy kicsit karibi hangulatot ide a strandra. Mit kell tudnunk magáról a zenekarról? Hát az ütő együttesünk a Siklósi Zeneiskola ütőtanszakából állt össze. Ez egy rögtönzött együttes volt, és az az igazság, hogy ebben a felállásban az az első fellépésünk volt, kaptuk a felkérést. Hát eleve ez ugye nagyon nagy kihívás nyáron a gyerekeket összetrombitálni, de hála Isten meglett a csapat, és nagyon lelkesen készültünk erre a programra. Ez teljesen jó, hogy debütáló, gyakorlatilag egy debütáló műsor volt. Amíg én itt hallgattam magukat, a darabokat, addig az jutott eszembe, hogy mennyire nehéz lehet összerakni, mert hogy, ahogy beszéltünk előtte is, hát nem csak ütősökre írják a zeneszerzők a darabokat. Honnan lehet szedni a darabokat? Hát ez legfőképpen a szakmai körökön belül forognak, legfőképpen közkézen egymás között, illetve hát ugye az internet most már azért nagyon sok mindenre ad lehetőséget, kotta rendelésre is, meg hát mindenféle kotta szerzési lehetőségre, illetve az ember kreativitása is nagyon sokat tud segíteni a dologban. Arról is beszéltünk, hogy Európában gyakorlatilag egyelőre még nincs nagy hagyománya ennek. Mondjuk egy latin-amerikai szamba fesztiválon ott az ütőzenekarok szerintem egymást váltják. Igen, ott mindenképpen. Azért Európában és Magyarországon léteznek nagyon-nagyon neves ütőhangszeres csoportok, akár ugye, ha csak az Amadinda ütőegyüttesre, a Talambára, a Győri ütőegyüttesre gondolunk, inkább az országnak ennek a régiójába persze működnek, de én azt gondolom, hogy ennek még azért annyira nagy hagyománya nincsen. Nagyon-nagyon szeretnék ezen segíteni, pláne, hogy már a gyerekek korában, tehát gyerekkortól kezdve ők ennek részesei legyenek, mert azt gondolom, hogy az ütőhangszeres zenének főként ez adja az igazi öröm részét, amikor így együtt tudunk muzsikálni, és ilyen klassz darabokat tudnak eljárni, ezeket élvezik a gyerekek. Hát az első lépcsője szerintem most megvolt ennek, hiszen azért itt láttam, hogy a lábok megmozdultak itt a vendégek körében is. Egyébként ahhoz, hogy ez így szóljon, és ennyire profin együtt szóljon, az mennyit kell gyakorolni? Hát, ha a gyerekeket kérdezzük, akkor egy nagyon feszített héten vagyunk túl. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy először nyilván mindenki a saját szólamát kell, hogy nagyon alaposan begyakorolja, hiszen ha a saját magában nem biztos az ember, akkor egy csapatban nem tud beilleszkedni. Úgyhogy első körben külön órákat kaptak a gyerekek, illetve hát ez napi sok-sok órás gyakorlás volt most az elmúlt hetekben, úgyhogy nagy munka van mögöttünk, de megérte, és nagyon büszke vagyok rájuk. Azt gondolom én is, hogy így láttam, és nagyon-nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a gyerekek, és reméljük, hogy nem utoljára találkoztunk itt a Benemendi strandon, hiszen úgy tűnik, hogy van ennek itt jövője, vagy van ennek itt léte egy strandon egy ilyen fajta zenének. Hát bízunk benne, ha bármikor a közeljövőben meghívást kapunk, mi nagyon örömmel teszünk neki eleget, és köszönjük a jó kis véleményt, köszönjük szépen.